Még sosem ittam vérnarancsos San Pellegrinót. A narancsosnak Fanta íze van, a citromosnak Fanta citrom íze van, ennek meg gondolom Fanta Blood Orange. Viszont nekem ugye a kedd az ilyen egész napos ilyen... Hát gyakorlatilag ez nekem a vasárnap, a gyereknap, amikor azt csinálok, amit akarok. Kedre soha nem tervezek be semmit, kéve akkor, hogyha valami nagyon durva asap forgatás van. Mára is be volt tervezve egy csomó minden, egészen addig, amíg nem jött az e-mail, hogy egyetlen egy szót kell kijavítanom egy projektben, és elküldenem. De hazafele villamoson szembe leült velem egy lány, megkérdezte, hogy te vagy ez az a Chriswell gyerek. Mondtam, hogy hát igen, király, amit csinálok. Úgyhogy megmondtam neki, hogy köszönöm, hogy király, amit csinálok. Erre mondta, hogy csak így tovább. Én kérdeztem, hogy mit csinál, mondta, hogy tanul. Kérdeztem, hogy hol? Eltén. És mit? Kínait. És itt lefagytam. Szóval ültünk egymással szemben 2 percig. Én gondolkodtam, hogy ugye ez nem egy ilyen leszólítós, csajozós, dumálós szituáció. A másik dolog a nap dilemmája, hogy nagyon kedvesek vagytok és aranyosok, és köszönöm szépen annak a néhány embernek, aki küld folyamatosan mindenféle óra dolgokat, mert ugye az van, hogy órát szeretnék venni. Számomra kiderült, és most számotokra is kiderül, hogy azért nem vásárolok magamnak órát, mert béna vagyok. Viszont egyre sürgetőbb a dolog, mert ez az órám viszont eléggé megsértődött ezen a dolgon, és elkezdett nagyon durván késni. Valószínűleg ez hozzájárul az is, hogy egyszer lejtettem, és azóta valószínűleg a szerkezete egy picit megborult, mert hiába cserélek benne elemet, ez a késés, ez mindig fennmarad. Egy csávó egy ilyen pici kutyával néz, hogy mit beszélek magamban. A nyuggerek is beszélnek magukban a villamoson, take it easy, man. Egy dolgot döntöttem el az órákkal kapcsolatban, hogy Fossilt szeretnék venni. Egy, mert olyan tök jó neve van, tetszik a logója, úgy nagyjából a Fossil az, ami úgy el tudom képzelni, hogy az én stílusom. Mindig beleszeretek valamelyikbe. Aztán elmegyek, és kiderül, hogy olyan nincsen. Szóval az a helyzet, hogy hatalmas a választék Fossilból. És egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy melyik legyen, hogy fémszíjas legyen, bőrszíjas legyen, kaucsukszíjas legyen, nagy legyen, kicsi, ilyen aviátorszerű vagy egyszerűbb. Szóval igazából az egész óravásárlás onnan jött, hogy akartam venni egy pedalt. De az Anna letiltott róla, mert azt mondta, hogy az játékszer, és azzal nem vesznek komolyan. Én meg azt mondtam, hogy fuck, ez egy okos óra, tök jól néz ki, tök vagány. Úgyhogy itt a dilemma, vagy lehet, hogy elhúzom az egész óravásárlást addig, amíg nem lesz pénzem egy omegára, és bemegyek és megveszem az első omegát, mert az omega az meg olyan, hogy még ha ronda is, tök mindegy, rá van írva, hogy omega, innentől kezdve nem lehet rossz, nem lehet csúnya. Most a 80 mega anyagot sikerült 40 perc alatt átküldenem valakinek, és az Amtelnek a honlapja az amtel.hu egy 15 perce nem nyílik meg. Most lemegyek, és megkérdezem, hogy hogyan retvált anyjuk f***ba gondolják azt, hogy pénzt kérnek ezért a szolgáltatásért, illetve hogyha továbbra is rendszeresen próbálnak megfenyegetni azzal, hogy kikapcsolják a netet, ha nem fizetem be, vajon szerintük észre fogom ezt venni. Puskát kellett volna hozni ehhez a melóhoz. Igen, ezért csodálatos, hogyha elérhetetlen a szállított weblapotok. Na, szóval semmi gáz, gondoltam, feljövök és felhívom őket telefonon. Erre... Jó. Azt hiszem nyugodt vagyok. Van egy kis problémám. Gyakorlatilag használhatatlan a net. YouTube videót nem tudsz megnézni normálisan, mert körülbelül, tehát HD-ban egyáltalán nem. Sebességtesztet bármit, és azt látja, hogy jó, akkor kiszállási díjat is ki kell fizetni. Házon belül. Legdurább lépésem az volt, hogy kinyomoztam, hogy egyáltalán lehet-e más szolgáltatóval itt szerződni, és ezek időt, hogy nem. Most ettől kezdve ez tök jó, semmi baj, csak és ki is fizetem, tehát nem, most hazudok, mert most úgy vagyok vele, hogy nem vagyok hajlandó kifizetni ezt a szolgáltatást, mert egyszerűen nincsen. Tehát hogy az, hogy tévé van, az tök jó, örülök neki, de nekem alapvetően net kell, és nem az, hogy szórakozzak rajta, hanem hogy dolgozzak. Tehát az meg elég furcsa, hogy délelőtt föl kell hívnom valakit, hogy bocs, nem biztos, hogy munkaidő végére oda fog érni az anyag, amire én szerződésem van, hogy átküldöm a szolgáltatón miatt,
és akkor nekem a kis laptopommal el kell menni akárhova, a McDonald's vagy tök mindegy, mobilnettel elküldeni, mert ennek nem látom értelmét. Kijön egy szakember, de a kiszállási díjat ki kell fizetni. Amikor megkérdeztem, hogy ezt tényleg komolyan gondoljátok, hogy ki kell fizetni kiszállási díjat, akkor azt mondta, hogy ja, nem, akkor azt elengedjük. What the És még ez is.